Budaörsön közeledik a befejezéséhez az Aramis sportcsarnok, aminek alapkövét 2017. januárjában helyezte el Vittinkov Tamás polgármester és Ritter Imre az Aramis sportegyesület elnöke. Székely Zsolt építésvezető végigkísért az épülő sportcsarnokon és megmutatta a még hátralévő és az elkészült munkákat. A csarnokba érve mondta, hogy az akustikai szigetelés és a belső világítások elkészültek. Az betonozás is elkészült, azaz zajzatbetonozás. Napokkal ezelőtt a lelátókon a betonozás után felcsiszolás is megtörtént, a műgyantát erre tették rá. A vendégek számára a női és férfi vécén is az utolsó simításokat végzik. Az illemhelyekre egyébként majd kívülről lehet bemenni. A külső munkaterületen elég szűk a hely, így az anyagokat kerülgetni kell. Ha jön a betonszállító, akkor végképp megáll a mozgás az udvaron. A küzdőtér kifestése is megtörtént, a parkettázást készítik elő a munkatársai. Az épület tetején még lemezelés folyik, de kisebb munkálatok a gépész udvarban még vannak. A tiszta folyosó burkolását majd csak január elején kezdik el. A folyosóról nyíló öltözök illemhelyeinek vizes blokjai teljes egészében elkészültek. A villany is bekötésre kerül, de még nincs az épület ezer része áram alá helyezve. Kívül rövidesen kezdődik a térburkolatok lerakása, illetve az épület festése. Az építésvezető bízik abban, hogy január közepére, esetleg végére elkészülnek az építkezéssel, utána legfeljebb kisebb munkálatok lehetnek.